Sziasztok! Most egy végtelenül egyszerű töltött cukkinit fogunk elkészíteni. Lássuk akkor a folyamatot. Nagyon kevés alapanyag kell hozzá, és hát hús sem fogunk használni, úgyhogy vegetáriánusok is fogyaszthatják. Tehát az összetevők, szükségünk van 2 darab cukinira, 2 gerezd fokhagymára, 25 dek a mascarpone-ra, 10 dek a mozzarella sajtra, bors, só és petrezselyen megy még bele. Lássuk akkor a készítési folyamatot. Tehát ketté vágom a cukkinit. Hosszába. És kiveszek a közepéből. Na tehát kiszedtem a magját, meg egy picit a hús részéből is, és azt félreteszem, föl fogom majd aprítani, és ugyanezt megcsinálom a másik darabbal is. Ági nagyon szépen kiszedte tehát a közepét a cukiniknek, és ahogy említette, itt van a bele, majd ez is felhasználásra kerül. Hát ezt azonnal aprítom is össze, és visszakom összeaprítva ebbe a tálba. És végeztünk az aprítással, úgyhogy mehet vissza a keverőedénybe. Beleteszem a mascarpone-t, teszem a borsot, ezt mindenki ízlés szerint ki mennyire szereti, mi szeretjük, hogyha jó fűszeres minden. Sót. Azt én így szoktam kimérni, mert így látom, hogy mit teszek bele. Bekerül a fokhagyma, amit összenyomtunk előre, és a felaprított petrezselyem zöldje. És az egészet összekeverem. Tehát jó alaposan összekevertem, és most bele fogom tölteni a cukkinikba. Gyönyörű látvány, már most biztos, hogy jó ízű. És a következőkben a mozzarella sajtunkat ilyen nagy lukú reszerűn szépen lereszeljük. Készen is lettünk tehát, úgyhogy jöhet a következő lépés. És a lereszelt mozzarellát ráteszem a tetejére. Még nem nagyon látom, hogy hova tettem, meg hova nem, mert ugye minden fehér. Szerintem legközelebb meg fogom próbálni úgy, hogy nem reszeljük le, hanem föl fogom szeletelni csak a mozzarellát, és úgy fogom rátenni. Szerintem hasonló eredményt fogok elérni, mint hogyha le van reszelve. Csak talán könnyebb lesz vele dolgozni. Sütő elmelegítve, 180 fokra, és most ezt így beleteszem, ugye légkeveréses a sütő, és most ezt beteszem 15 percre, és normálisan 15 perc múlva készen is van, de minden esetre megnézzük, hogy kész van-e. Nem, tehát kivettem a sütőből, vissza kellett tenni még 5 percre grillezni a tetejét, és mivel ugye túltöltöttem, ezért egy picit így kifolyt az oldalára, de mindjárt állalok, és szép lesz ez. Hú, nagyon brutális, és milyen illatok vannak. A jobb oldalit az Ági fogja megenni, ő most hús nélkül kívánta meg ezt az ételt, érdemes megnézni a részleteket, hogy milyen szuperül néz ki, szépen megsült. Ezt vegetáriánusok is fogyaszthatják, ez a másik tál, ez a én kajám lesz, hát ebben van csirkehús, egy kis oliva is, erős paprika. Ez lenne a mai ebédünk, jó étvágyat kívánok!